Ördög Nora és Pirner Alma. Mindketten olyan ismert és elismert személyiségek, akiknek élete és munkássága sokak számára inspiráló lehet. Két dunaszerdahelyi hölgy szervezésében kötetlen hangvételű beszélgető esteken vehetnek részt az érdeklődők. Mi pedig valamennyi ilyen eseményen részt veszünk és részt vettünk. Ez is motivált, hogy tök jó, hogy akkor el tudom magamat tartani, és hogy igaz, hogy a szüleim úgy indítottak el Budapestre, hogy ők az első pár évben még támogatnak. És mióta szerveztek ilyen beszélgető esteket? Nagyjából 2 évvel ezelőtt kezdtük jótékonysági gyermekrendezvényekkel, és megtetszett nagyon ez a vonal, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt nagyobban is, és sztár vendégeket, beszélgető esteket szervezünk. Mi alapján dől el, hogy kit hívtok meg? Igyekszünk mindig olyan témákat előtérbe helyezni, vagy kiválasztani a személyeket, hogy minden típusú hölgy megtalálja a maga igényét, legyen akár szó pikánsabb témákról, anyaságról, házasságról, kapcsolatról. Milyen sikerrel működnek ezek a beszélgető estek? Hát most eddig ez a legnagyobb rendezvényünk, és ennek nagyon nagy sikere van, úgyhogy meg is vagyunk lepődve, és hihetetlen számunkra, hogy ezt mi hoztuk létre, és nagyon jól látni itt ennyi embert. Milyen a hajlandóság a sztárvendégek felől? Hát igazából pozitívak a visszajelzések, természetesen nem tudunk bárkit elhozni, de elég sok sztárvendég van, aki a közeljövőben a vendégünk lesz. Vendégek részéről milyen a visszajelzés? Nagyon-nagyon kedvesek, nagyon jó velük kommunikálni, és annyira kedvesek, hogy meghatódva mennek haza, és egy baráti kapcsolatot tudunk, vagy baráti hangulatot kialakítani, és ez nekünk is nagyon fontos, és ők is örülnek. Szóval, hogy randevúztok egymással, és hogy azon kívül, hogy mi az, amit te még úgy fontosnak tartasz? Hát nagyon sok dolgot tartok fontosnak, elég kevés fér bele. Ági, te beszélgetsz ma este Ördög Nórával. Hogy fogadtad a hírt, amikor a lányok felkértek, hogy te legyél a beszélgető partner? Hát nagyon jól emlékszem arra az üzenetre, amit a lányok küldtek nekem. Először is nem akartam elhinni, hogy pont Ördög Nóri lesz az első vendégük, és pont engem kértek fel rá, mert azt tudni kell rólam, hogy én nagyon nagy rajongójuk vagyok, úgy az egész Nánási családnak. Nehéz lesz félretenni majd a színpadon, mert hát ugye az emberben van egyfajta kíváncsiság is, de azért mégis tartania kell magát, hogy van egy komoly szerepe, úgyhogy ezt az egyensúlyt igyekszem majd megtartani ott a színpadon. De azt gondolom, hogy nem lesz gond, mert Nóri pont egy olyan közszereplő, aki igazán nagyon természetes, nagyon önazonos, tehát nincs benne semmi manír, nincs benne semmi megjátszás, nem egy ilyen felépített valaki, hanem azt mondja és azt fogalmazza meg, aki ő és amit megélnek, akár a családjukkal együtt, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Vannak olyan témák, ami mellé oda tette az arcát, ez ugye az egyik, az a legnagyobb talán ez a meddőség. Nagyon sok közös vonás van bennünk, én azt gondolom, hogy ez talán majd a színpadon is érezhető lesz, hogy jó vele beszélgetni és kellemes vele beszélgetni, de ahogy így olvastam a róla szóló nyilatkozatokat, és ahogy az emberek nyilatkoztak róla, én azt gondolom, hogy ez nem csak az én érzésem, és talán azért is olyan közkedvelt, és maga akár a vlogjuk is azért is olyan közkedvelt, mert olyanok, mint mi. Tehát ugyanúgy megbotlanak, mint szülők, ugyanúgy tudnak mérgesek lenni, ha éppen olyan az adott szituáció, ugyanannyira megvívják a maguk kis csatáikat a párkapcsolatban, tehát mint anya és apa, vagy mint férfi és nő, és azt gondolom, hogy mivel hogy ők ezt így felvállalják előttünk, nézők előtt, ettől válnak nagyon szimpatikussá. Lehet már kérdezni is, nem? Vagy nem lehet közben? Kérlek, Bocsánat. Igen, lehet majd arra is lehetőség. Nóri átadta a műsorvezető szerepét. Azt hiszem, hogy én elismernék. Lehet majd kérdezni. Nóri, miről szólnak a beszélgető esteid? Mit szeretnél közvetíteni? Hát talán amire a legtöbben kíváncsiak így velem kapcsolatban az, hogy hogyan lehet az anyaságot egyensúlyban tartani a hivatással. Legalábbis nekem ez egy elég központi probléma vagy kérdéskör, és talán tudok is hitelesen beszélni erről, mindamellett, hogy az én szakmám nem feltétlenül átlagos, de ennek ellenére ez a kérdés ez elég gyakran előkerül. Illetve talán ami még szintén érdekes lehet az, hogy hogyan lehet egy karriert felépíteni, hogyan lehet
így diák munkából aztán végül felépíteni valami olyan utat, amiben az ember boldog és sikeres tud lenni. De biztos érdekli majd a csajokat az, hogy a házasságot hogyan lehet szintén a gyerekekkel, a gyerekneveléssel egyensúlyba hozni, hogy bár mi is viccelődünk ezzel, meg apának és anyának szólítjuk egymást a férjemmel, de azért megmaradjon a hétköznapjaink intimitása, amellett is, hogy valóban azért a főszerepünk mostantól az, hogy apa és anya, vagy hát nem is mostantól, hanem 6 éve. Úgyhogy hát ezek olyan témák, amikről órákat tudnék beszélni. A kérdés az mindig az, hogy melyik irányba szeretnék, hogy sodródjon ez a beszélgetés, és aztán mi az, ami ebből így jobban kidomborodik. De igazából én bármire nagyon szívesen válaszolok, amit kérdeznek tőlem, mert megtisztelő, hogy kíváncsiak arra, hogy mi hogyan csináljuk a dolgainkat. Okoz benned némi feszültséget a szerepeid összeegyeztetése? Hát ez rendszeresen okoz feszültséget, igen. Azt gondolom, hogy az egyensúlynak a megtalálása az nagyon nehéz, és nagyon sokszor billen át valamelyik irányba, és akkor, amikor az ember ezt észleli, vagy észreveszi, akkor már mindig egy ilyen vészreakció jön, és akkor lehet, hogy túl billen a másik oldalra, amitől szintén nehéz visszaállítani az egyensúlyt. Azt gondolom, hogy már szereztem némi rutint ennek a kezelésében, de még mindig nagyon rosszul tud esni, amikor így nagyon a munka irányába dől el ez a dolog, és akkor a lelkiismeret furdalást azért nem nagyon lehet leküzdeni. Még akkor is, hogyha az ember tudja, hogy ez így ezzel jár, és aztán lehet, hogy jön 3-4 olyan nyugodt hónap, amikor viszont anyaként tudok majd kiteljesedni, de még a női férfi szerepek egyensúlyában is érzek néha nehézséget, hogy pont most az elmúlt időszakunk az arról szólt, hogy én dolgoztam, és a férjem támogatott engem ebben, és most azt érzem, hogy valahogy ezt vissza kell neki adnom, hogy most ő tudjon kiteljesedni az ő saját szakmájában, és nekem kell a hátországot biztosítani. Tehát ez a balansz, ez így több irányból is mozog, mint anya, és mint dolgozónő, és mint feleség, és támogató, szóval ezeket így minden irányból próbálom kiegyensúlyozni, és ez nem könnyű sokszor. Miben változtatott meg téged az anyaság? Hát nem tudom, hogy engem változtatott-e meg, vagy csak a hozzáállásomat a világ dolgaihoz, de azt hiszem, hogy az anyaság vagy a gyerekek érkezésével gyakorlatilag minden más zárójeles lesz. Tehát, hogy annyi hülyeségen tudtam felidegesíteni magamat, mielőtt anyává váltam, és onnantól kezdve, hogy ott van ez a két gyerek, de még amikor meg csak az egyik volt, akkor is azt gondoltam, hogy úristen, igazából semmi nem ér annyit, hogy ezen akár idegeskedjek, vagy egy munka, vagy bármi, tehát ami nagyon ellenkezik azzal, hogy közben anyaként kiteljesedjem, nem ér annyit, hogy ezt kockáztassam, mert egyszerűen semmi nem olyan fontos, mint hogy velük mi van, vagy hogy ők jól érezzék magukat a bőrükben, úgyhogy igazából ez egy akkora szabadságot adott nekem ilyen szempontból, és ez egy furcsa ellentmondás, mert közben meg a szülőség azért az inkább kötöttségekkel jár, egy ilyen édes teher nyilván, de azért nem ez a szó jut eszembe rögtön arról, hogy szülőség, hogy szabadság, de közben meg mégis egy ilyen felszabadító érzés, inkább így mondom, minden mással kapcsolatban, ami így körülvesz. Mik a leggyakoribb kérdések, amik elhangzanak egy-egy ilyen beszélgető esten? Hát mondjuk a beszélgető esten általában az ilyen női szerepekkel kapcsolatos kérdések jönnek fel, de ha mondjuk azt nézem, hogy az e-mailes ládámban milyen kérdések jönnek legtöbbször, hát egyrészt ez a ruha honnan van, ez elég gyakran előfordul, hogy látnak róla egy képet az Instagramon, és akkor hol vetted ezt a ruhát, ez elég gyakori. Aztán általában a meddőséggel kapcsolatban kérdeznek, ez nagyon, nagyon gyakran előfordul, és ezekre tényleg igyekszem is mindig a lehető legjobb tudásom szerint válaszolni, mind a mellett, hogy most már számomra ez egy 6 évvel ezelőtti történet, és az orvostudomány rohamosan fejlődik, és azt gondolom, hogy ennyi idő alatt is már rengeteg olyan újdonság jött be, amiről én már nem feltétlenül tudok hitelesen beszámolni. És hát a harmadik az meg talán az, hogy hogyan lehet a házas élet intimitását megőrizni a gyerekek mellett, sok munka mellett, hogy hogyan csináljuk, mi a titok, de hát jó férjet kell választani egyébként, szerintem ezt elég röviden össze lehet foglalni, de nyilván sok meló van ebben is. Úgyhogy talán ez a top 3, amiket így szoktak. Ja, meg igen, hogyan lehetek műsorvezető? Ez is elég gyakran előfordul. Mit kell csinálnom, hova kell jelentkezni, hogy műsorvezető lehessek, mint te, mondják ezt. És miért kapod a legtöbb kritikát, és mennyire érint ez meg téged? Hát mostában a legtöbb kritika a reklámok miatt jön, tehát azt hiszem, hogy van az emberekben egyfajta
irítség, vagy egy ilyen ellentartás így a reklámokkal kapcsolatban, ami egyébként fura, mert mondjuk például Amerikában ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy a reklámok körül vesznek minket. Magyarországon szerintem a reklámra úgy tekintenek, nem csak Magyarországon, de úgy Európában szerintem úgy tekintenek a reklámokra, hogy az, aki reklámoz, az érdemtelenül kapott nagyon sok pénzt azért, hogy ő reklámozzon valamit, és ez erre nagyon irigyek tudnak lenni, miközben meghalnak, hogy tudják, hogy mit használsz, milyen autóval jársz, milyen, tehát hogy egyébként, ha nem írom oda, akkor meg felteszik a kérdést, hogy ezek honnan vannak, és én mindig magamból próbálok kiindulni, én tökre imádom a reklámokat, engem érdekel, hogy azok, akiket én követek, ők miket használnak, vagy mikkel dolgoznak, és az az igazság, hogy azért ettől én még nyugodtan alszom, mert azt gondolom, hogy ezt lehet okosan és jól csinálni, olyan szempontból, hogy az ember tényleg csak olyan dolgokhoz adja az arcát és a nevét, amiben hiteles. Kevesen értenek úgy a férfiak nyelvén, mint te. Szerintem szeretnék, de mert ugye általában arról hallunk, és most is arról beszéltünk, hogy szeretnénk, ha a férfiak megértenének minket, szeretnénk, hogyha reggeltől egészen estig bokokkal látnának el, stb. Meg akarjuk, illetve meg kell nekünk érteni a férfiak gondolkodását, hogy hogyan kell nekünk a férfiakhoz viszonyulni. Maja, hogy készültél a mai beszélgetésre? Mire szeretnéd a hangsúlyt fektetni? Igazából annyi minden kérdés van a fejemben, hogy nagyon nehéz így most hirtelen kiemelnem egy dolgot, de természetesen a nőiesség lesz a fő témánk ma Almával, hiszen ugye köztudott róla, hogy anya, feleség és nő, és igazából e között, a kis gyűrű között körül fogunk keringeni. És persze azért ki szeretnék arra is térni, hogy egy médiai személyiségnek mekkora felelőssége van, és mekkora szerepe van abban, hogy hogyan is alakul nekünk, hétköznapi nőknek a sorsunk, hiszen látunk egy gyönyörű, mindig ragyogó nőt, és persze emögött azért kemény munka is van, amit viszont nagyon sokan nem látnak, úgyhogy igazából erre szeretnék majd kitérni. Mi hozta önt el erre a rendezvényre? Ma is én készítettem a süteményeket, és kíváncsi voltam közben az előadásra, és így itt ragadtam. Mi miatt volt kíváncsi Pirner Almára? Hát több videót már hallottam róla, voltak róla ilyen-olyan véleményeim, de az utolsót, amit pont láttam, egy beszélgetés, az nagyon ilyen megfogott, ilyen őszinte, ahogy beszélgetett az egész életéről, a családról, és ez talán. Említette, hogy ilyen-olyan érzései voltak Almával kapcsolatban. Volt esetleg előítéletönben a munkásságával kapcsolatban? Lehet, hogy igen. Mi az, ami miatt ellátogattál a mai eseményre? Nagyon örülök annak, hogy ugye szervező csajok adnak ilyen lehetőséget ilyen rendezvényekre, ugye Dunaszerdahelyen is, és nagyon jó dolognak tartom, hogy a nőiességről fogunk beszélgetni egész este. Én azt szoktam mondani a férfiaknak, hogy a nőket nem kell megérteni, a nőkkel együtt kell érezni. Ennyi. Tehát amikor egy nő elkezd panaszkodni, valami nem tetszik neki, mondja, kibeszéli magából, akkor nem kell megoldást a problémára, mert a férfi meg megoldásorientált. Mindenáron segíteni akar. Nem kell. Mert el kell segíteni, akkor ez nem is jó, és akkor lesz be egy nagy vita. Csak annyit kell mondani, hogy annyira átérzem, amit most érzel. Alma, manapság nagyon sokszor halljuk azt a szófordulatot, hogy éljük meg a nőiességünket, vagy egyáltalán merjük megélni. Mit akar ez számodra? Hogyan lehet megélni a nőiességet? Ez egy fontos kérdés, hogy ez kinek mit jelent. Szerintem ez nagyon lényeges, hogy definiáljuk magunkban azt, hogy számunkra mit jelent a nőiesség. Nyilván vannak ilyen egyetemes szabályok, hogy mitől nő a nő, de ezen kívül lehet, hogy van akinek az, hogy mondjuk elmegy táncolni, és egy olyan mozgásformát választ, lehet, hogy valakinek az, hogy csinosan, nőiesebben elkezd öltözködni, vagy egy új frizurát, egy új sminket készít magának. Tehát szerintem ez nagyon lényeges, hogy nekünk kell ezt definiálni, és erre nincs ilyen aranyszabály, hogy akkor konkrétan ettől nő a nő. Ami nagyon lényeges szerintem, hogy jól érezzük magunkat a bőrünk. Be, és vagy fogadjuk el a testünket, vagy változtassunk, tegyünk meg mindent, hogy ez változzon, mert én nem gondolom, hogy lehet harmonikusan élni igazán nőiesen egy olyan testben, amit nem szeretünk alapvetően. Nagyon sokszor hangsúlyozod az önelfogadást. Szerinted akkor ez lehet a kulcs, ugye? Abszolút, igen, ez a kulcs, az, hogy döntsük végre el, hogy jól érezzük magunkat abban a testben, és egészségesek vagyunk abban a testben, akkor nem kell mindenkinek 55 kilónak lennie, és kockahasúnak, meg izmos combúnak, meg nem kell hosszú órákat az edzőterembe tölteni, meg fehérje diétát tartani, tehát ez nem erről szól, ez arról szól, hogy egészségesek legyünk, nyilván ennek van egy határa, mert bizonyos túlsúly után már ezt nem mondhatjuk el magunkról, és arról van szó, hogy én jól érezzem magam a bőrömben, megtaláljam azt a stílust, ami nekem jól áll, azt az öltözködést, mit szeretnék üzenni
üzenni a külvilágnak az én stílusommal, és ne csak azért mondjam azt, hogy jó vagyok így, ahogy vagyok, mert titkon szeretnék változtatni, de nem megy, mert nincs hozzá akarat előm, hanem tényleg zsigerből fogadjam el, vagy tegyek meg mindent, és gyakorlatilag fél év alatt lehet egy teljesen új testet csinálnunk, egy teljesen új külsőt, ha minden nap teszek ezért. Itt nem a külvilág hatására kell lefogyni senkinek, meg a mostani divatidálok vagy fitness őrület hatására, hanem egyszerűen azért, mert én hogy érzem magam jól a bőrömbe, megtalálni azokat a határokat, ami az én testalkatomból a maximum. És ez a lényeg, hogy az én testalkatomból, nem másnak a testalkatából. Hogyan tudod te balanszba hozni a női szerepeidet? Mit teszel te ezért? Balanszba hozni sehogy nem tudom, nem fogok hazudni neked, mert nem tudom azt mondani, hogy ó, hát én tökéletesen zsonglőrködök a női szerepeim között. Az én titkom az, hogy én szenvedélyesen szeretem a munkámat, tehát én megtaláltam ebben az életutamat, a hivatásomat, az életcélomat, én ebből nem vagyok hajlandó engedni, ez valami olyan nagy dolog számomra, hogy én már semmi más nem akarok az életembe csinálni. Ebbe belejött az anyaság, meg nyilván a házasság, a párkapcsolat, és én abban hiszek, hogy a pillanatban létezés, ez a bizonyos mindfulness, a jelenlét, hogy amikor a gyerekemmel vagyok, akkor megpróbálok csak vele lenni 100%-osan, amikor a férjemmel, akkor csak a férjemmel. Ez nem azt jelenti, hogy attól még nincs hiányérzetem, mikor dolgozok, hogy de jó lenne nyilván velük lenni, de nem tudom minden időmet velük tölteni. Pont azért, mert akkor meg nem jutna arra idő, ami viszont engem boldoggá tesz, meg van egy sokkal magasabb szint ebben, hogy más nőket is hozzásegít ahhoz, hogy ők is boldogabbak legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy itt a 100% fókusz az, ami a titok nyitja, és az, hogyha valahol vagyok, akkor én nem szeretnék máshol lenni, és nem szeretnék más csinálni, hanem most én ebben érzem jól magam. Hogy látod a mai nőket? Mi jelenti számukra a legnagyobb problémát? Mindenképpen az önbizalomhiány, azt gondolom, hogy a nőknek a 90% önbizalomhiányán szenved, ez egy borzalmasan nagy arány. A másik az, hogy a női szerepeiket nem nagyon tudják összehangolni, vagy próbálnak helytállni ugyanolyan módon, ugyanúgy 100%-osan mindegyik női szerepben, ami nem lehetséges. Tudom, hogy szupernők vagyunk, én is az vagyok, ez még nekem se sikerült. Tehát ezt elárulom minden nőnek, hogy nem kell ezen görcsölni, erőlködni, hogy mindenhol 100%-ot nyújtsak. A másik meg az, hogy az önszeretet ott kezdődik, hogy szánok időt saját magamra. Az nem valami ördögtől való dolog, hogy én elmegyek egy edzésre, elmegyek egy kozmetikushoz, egy masszázsra, nem arról van szó, hogy jó, milyen egy önző dög ez a nő, mert otthon hagyta a gyerekét 2 órára. Nem. Arról van szó, hogy nekem töltekeznem kell ahhoz, hogy adni tudjak. Egy nő a mozgatórugója a családnak. Ez borzalmasan fontos dolog, hogy egy nő menedzseli a családot. A nők istennők. Hát olyan képességeik vannak, hogy azt elmondani nem tudom. És hogyha ők lemerülnek, és hogyha ők nem töltekeznek, akkor mindenki beszívja ezt az energiát, az egész család, a kollégák, mindenki körülöttük van. Nyilvánvalóan te is elégedettebb vagy, hogyha látod, hogy ott vannak körülötted az emberek, és imádnak, szeretnek, tök jó a kisugárzás, vagy hogyha egy megkopott fényű ember vagy. És ez szerintem lényeges.